azért ez tényleg nagyon menő. Hát én úgy láttam igazából ilyen menő arcokat, akik így nagyon menően viselték ezt a pohártartót, és nekem is meg kell szereznem. Nem tudom, érted? Hát lehet menő vagyok egy kicsit, de azért annyira nem. Nem vagyok menő. De menő vagy, én érzem. Érzem, még csak kezdesz ráérezni, de... Ja, azért ez még csak a második nap, szóval. Még van időm. Egy fesztivál az nem lehet zöld. Mondjuk, ha megnézzük egy fesztiválnak a fogyasztását, mind áramban, vízben, szennyvízben, hulladékban, nem lehet zöld. Hogy egy fesztivál lehet zöldebb, az viszont egy létező dolog, és kell is ezt csinálni, mert különben belefulladnánk a szemétbe. Tehát összegyűjthetjük a kommunális hulladékot, például nem tudom, több ezer köbmétert mondjuk a szigeten, és kidobhatjuk, elégethetjük meg, stb. De mondjuk ennek a fele újrahasznosul, akkor már jól járunk. Nincs szeméthegy. Nincs ez az eldobhatós pohár torony. Uh-huh. Tehát ha például a szigeten végigmész reggel olyan 4-5 körül a nagyszínpadnál, akkor mint egy ilyen hómező áll a polisztirol. Átlátszó sörös pohár, ami elég rossz minőségű műanyag, és nagyon rossz az újrahasznosíthatósága. Ezt az egészet ki lehet védeni. De a hegy alján láttuk idén először azt, hogy csak repohárból ittak az emberek. Nem volt a Földön olyan mennyiségű hulladék, amit érdemes lett volna az önkéntesekkel felszedetni. A fesztiválok eddig legalább annyira szóltak a szemétről, mint a zenéről. Térdig gázoltunk a polisztirolban. És most az van, hogy elmossák a poharakat itt a szegedi ifjúsági napokon, ezért jöttünk ide. Itt van egy kedves vendég például, aki soha nem él ezzel a lehetőséggel. Miért? Sziasztok! Én bevallom, fröccsözni szoktam, és a fröccsnek nem adnak olyan poharat. De viszont, hogyha legközelebb megyek, kérek egy nagy fröccsöt, olyan poharat kérek. Ezt bevallom. 4 deci bor, 1 deci szóda. $200 a betétdíja, ha visszaviszi az ember, akkor visszakapja a 200-asát. Teljesen mindenkinek megvannak is pohara, és akkor abba csapolják. És hogyha leadod, kérsz egy újat, elmossák ezt, aztán a következő ember meg felveszi. Van egy szám, amit elvisznek ugye a látogatók haza, mert ez is egy elég komoly összeg, viszont ez olyan, hogy azt előtte kifizették. Pénz nem vészel a rendszerben, mert amit elvittek, az ki lesz fizetve. Mindenki viszi azzal a poharat, igaz? Persze, és ez tök jó, mert így legalább üvegpoharak sincsenek otthon, és ha házi buli van, akkor most így repoharat nem tud senki összetörni, vagy nagyon nagy tehetség kell hozzá, és az tiszta gáz, amikor van otthon 20 poharam, mert így elhozogattam bárokból, meg innen-onnan, és buli végére maradt kb. 3, és megint fél évbe telik, mire összegyűlik megint 20. Nagyon sokat tudnának önkormányzati vagy kormányzati szinten tenni annak érdekében, hogy a fesztiválok zöldebbé váljanak. Egyrészt az ösztönzőkkel, pályázati forrásokkal, másrészt anyagi kényszerítő erővel. Sok rendezvény azzal támogat a helyi önkormányzat, hogy például ingyenes szemétszállítást biztosít a számára. Most ez nem ösztönzi arra a fesztivált, hogy gondolkozzon azon, hogy hogyan tudna kevesebb szemetet termelni, hiszen nem kerül neki költségébe. Én nem azt mondom, hogy drasztikusan kéne büntetni a fesztiválok szeméttermelését vagy környezetterhelését, de mindenképp komolyabb megkötéseket kéne, biztosítékokat kéne beépíteni annak érdekében, hogy a rendezvény önmagában kisebb terhelést jelentsen. Szóval ez a pohár már megérte a Hanana Fesztivált is, ahol viszont nem voltak ilyen poharak, mert itt mindenki ilyen zománycizott bögrékkel szadgálni. Tök nem korszerű szerintem. Itt a reten a kódja. 280 km-t ment már biciklin lóval, meg 190 hátizsákon vonaton.
az menő. Nem sok helyen mondhatja lesz magáról a fesztiválon.